Aki látta már 8-10 évesen fiúk között focizni Csigi Esztert, nem sokkal később pedig a női nagypályás foci csapat hiányában az U13-as szekszárdi csapatban egyetlen lányként edzeni és tétmeccsen a fiú serdülő bajnokságban szerepelni, az nyomban előállt jövendőmondó kijelentésével. E lányból focista lesz, ha nagy lesz, akárki meglássa. Így is lett, a 20. életévében járó játékos már több mint 2 éve stabil tagja lett a magyar bajnok Ferencváros felnőtt csapatának, középső belső védőként 69 meccsen szerepelt. Úgy érezte menedzser édesapjával együtt, egy perspektívikus külföldi szerződés többet segítene további fejlődésében, előrelépésében, mintha itthon maradna. Az elküldött videóklippek spanyol és olasz csapatok érdeklődését is felkeltették, de mégis a svájci élcsapat az FC Bázelt választotta. És utána néztünk az FC Bázelnek is, és akkor láttuk, hogy igazából a férfi, de a női focit is nagyon fejlesztik, nagyon sok fiatal, tehetséges lány van, és szeretnének komolyabb szintet elérni, és végül igazából ezért döntöttem amellett, mert én is elég fiatalnak mondhatom még magam, és úgy gondolom, hogy onnan még többet tudok fejlődni. A Spanyolország az egy másodosztályi csapat volt, akik felszerettek volna jutni első osztályba, de végül ugye a Svájc mellett döntöttem, ez az FC Basel mellett döntöttem inkább. Az FC Basel nem csak a meccs videók, hanem Eszter statisztikákkal is alátámasztható játékbeli erényei alapján tette le a voksot a magyar lány mellett, aki egyébként az egyetlen igazi légiósnak számít, hisz a nem svájci nemzetiségű néhány játékos már régebb óta Svájcban játszik. Úgy gondolom, hogy helyen van ott abszolút, mint belső védő. Több rutinos játékos is van, de elég sok a sérült is, tehát forgatni is fogják a csapatot, ha éppen valaki nem sérült, akkor ő fog játszani. Tehát úgy gondolom, hogy szükségük volt emberre, és nem szükségük volt fiatal, tehetséges játékosokra. Eszter a harmadik legerősebb svájci csapatnál van. Azt mondja, néhány hét tapasztalata alapján jobbak a körülmények, más, sokkal pörgősebb, célirányosabb az edzésmunka, mint idehaza női vonalon. Van külön védő edzőnk, úgymond, a férfiaknál volt játékos, és ugye én belső védő vagyok, és ő múltkor is az edzésünkön kim volt, és személy szerint odajött hozzám, hogy mit kéne fejlesztenem, mint védő. Tehát csak mint védő foglalkoznak velem, nem úgy, mint csapat, tehát specifikusan, és itt pedig pont most kezdték el ezt, ami nagyon jó számomra, mert olyan emberektől tanulhatok, akik tényleg nagy játékosok voltak, és ők mutatják meg, hogy mit kell csinálni. Főleg dinamikával szeretnék fejlődni, meg ami másik fontos, hogy tapasztalatot, minél többet játszani szeretnék. Jobban elfárad az edzéseken, mint idehaza, rendesen meghajtják, jegyezte meg. A feladatok közötti átmenet, az nekem nagyon szokatlan volt, míg sokszor mi két feladat közötti átsétáltunk egyik helyre a másikra. Itt körülbelül sprintbe kell közlekedni a két feladat között is, nekem már ez meglepő volt, illetve az egész ritmus, ahogy a labdatartások vannak, ott is meg kell halni egy labdatartó játéknál, és ez az ami különbség szerintem. Eszter túl van a bemutatkozáson, 2 meccsen már pályára is lépett a Basel színeiben. A második meccs az éppen előttük álló Zürich ellen volt, amit 2-1-re elvesztettek. Hát a Genf az első, és a Zürich a második. Úgy gondolom, hogy a Zürich az nem sokkal jobb csapat, mint mi, tehát most is 2-1-es mérkőzés játszottunk velük, ami lehetett volna X is, de győzhettünk is volna. De sajnos a pontokban már eléggé elcsúsztunk tőlük, úgyhogy nagyon kicsi az esély, hogy meg legyen a második hely, de azért még reménykedünk benne. Amennyiben a Basel megszerezné a második helyet a bajnokságban, úgy jogot szerezhetne arra, hogy a női bajnokok ligája selejtezőjében 2020-21-ben elinduljon. Csigi Eszter annak ellenére, hogy profi sportolóvá vált, párját ritkító módon nem szünetelteti nappali tagozatos magyarországi egyetemi tanulmányát a Pécsi Tudományegyetem pszichológiai szakán.